Az építőiparban és a feldolgozóiparban történik a legtöbb baleset Magyarországon. Az adatok szerint 2013 óta folyamatosan nő a három napon túlgyógyuló sérüléssel járó munkabalesetek száma. Legtöbbször a figyelmetlenség és a megfelelő tájékoztatás hiánya okozza a problémát. A Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi főosztályának jelentése szerint 21 halálos és 22 súlyos baleset történt építkezéseken 2017-ben, de ebben az évben is már négyen vesztették életüket az építőiparban. Az összes halálos és súlyos kimenetelű baleset negyede az építőiparban történik. Ezen a területen nem a megfelelő szabályozással van a probléma, hanem az előírások betartásával a munkáltatói és a munkavállalói oldalon egyaránt. 2016-ban mintegy 23.003 három napon túlgyógyuló sérüléssel járó munkahelyi balesetet regisztráltak hazánkban, ebből 80 volt halálos. A szakemberek szerint általánosságban elmondható, hogy a baleseti okok között leggyakoribb a figyelmetlenség. A mechanikai veszélyforrások elleni biztonsági berendezések hiánya vagy működésképtelensége, illetve a vírű eszközök viselésének elmulasztása. Vennék a stúdióban Kukucska István, a Tűzmegelőzés KFT alapító tulajdonosa jó napot kívánok. Jó, kívánok. köszöntök mindenkit. Ha jól tudom, akkor évről évre, 2013 óta folyamatosan emelkedik a balesetek száma, a munkahelyi balesetek száma. Mi ennek az oka? Most 23 ezer Igen, 2013-ban 17 ezer volt a munkabalesetek száma, azóta a folyamatos emelkedő tendenciát mutat, de sok vélemény ellentétben én ezt az emelkedést annak tudom be, hogy 2013 év óta jelentősen megnövekedett a munkavállalói létszám. Tehát a dolgozók nagyobb számban dolgoznak, és a dolgozók nagy része kisvállalkozásoknál, vagy kényszermunkánál ö, dolgozik, vagy éppen közfoglalkoztatottként, és azon a területen emelkedett jelentősebben a bekövetkezett baleseteknek a száma. Jelen pillanatban 27 ezer 283 a balesetek száma, tavalyi évhez képest minimális elenyésző 200-al emelkedett, szerencsére a halálos baleset száma az egyet csökkent, egy is eredmény a korábbi 80-hoz képest, ez az ezévi 79 baleset is. Ahogy a kisfűnből bejátszásba elhaladszott, tehát a legveszélyesebb továbbra is a feldolgozóipar, az építőipar, valamint a mezőgazdaságot emelném ki, a mezőgazdaság területén korábban 18, év, 18 munkabaleset történt, a tavalyi évben már csak 12. Ebbe az évben a mezőgazdaságot a munkavédelmi országos hatóság kiemelt célkitűzésnek tüntette fel. Tehát szem előtt vannak, több ellenőrzés van, és több értekezletet, tájékoztatást is szerveznek részükre. A felvezetőben az elhangzott, hogy egyre több a három napon túl gyógyuló sérülés eljáró balesetek száma. Mi ennek az oka? Én ö, annak tudom be, hogy három napon túl gyógyuló sérülések, mert a kisebb baleseteket, ami három napon belül van, nem regisztrálják tehát nem kerülnek rögzítésre. Ez a, főleg a kisebb vállalkozásoknál tapasztalható, mert hogy úgy fogalmazzak, macerát okoz nekik, tehát ezeket dokumentálni, jelenteni, különböző eljárási szabályok vonatkoznak rá. Tehát ezzel összefüggésben lehet, hogy a három napon túl, amikor már az orvos kiírja a a dolgozót, akkor már kénytelenek regisztrálni és az eljárásokat lefolytatni. Helyezzük el egy közegben azért ezeket a számokat. Ön szerint ez magas, például az Európai Unió többi tagállamához képest, avagy alacsony, tehát milyen szinten áll Magyarország e tekintetben? Hát ilyen összevetésre információm nincsen, mert ugye ez függ az ország létszámától, az ország fejlettségétől, egyébtől. Én itt összevetésben azt tudom, hogy a Szabocs megyét összevettem az országossal, akkor a közöbből a középszinten van, hiszen a tavalyi 1000 1100 között volt a megyében bekövetkezett balesetek száma, ez az országos 23 ezerhez viszonyítva egy középátlagnak felel meg. Gondolom lehetne javítani a számokon. Természetesen lehetne javítani. Itt olyan. elsősorban az anyagi feltételek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a munkavédelemhez pénz kell, ugye a háborúhoz is pénz kell, mert a munkavédelem az olyan szakterület, amely nem biztos, hogy minden munkáltató úgy gondolja, hogy ez megtérül neki, hogy megtérülő ráfordítás. Addig még be nem következik egy baleset, vagy egy jelentős összegű kártérítés. Tehát akkor nagyon komoly befektetés. Ö, igen, hát pénzt kell ráfordítani, és ez nem hoz hasznot, idézőjelbe téve hasznot a munkáltatónak. A gondok akkor jönnek, amikor egy baleset bekövetkezik, dolgozók kiesik a munkából, nagy összegű kártérítések kerülnek sor, akkor, akkor nagyon sok munkáltató elgondolkozik rajta, hogy igen, azért csak a prevenció, megelőzés a megelőzés óna lényeg. A jogszabályok részéről nincsen hiány, tehát ott megvan a támogatottság, támogatás. Így van. Én úgy érzem, hogy a magyar munkavédelmi jogszabályok az Európai Unióban is a legerősebbek közé tartoznak, nagyon sok van, és amit én fontos szempontnak értékelek, hogy ezek a magyar jogszabályok időtállóak. Például a munkavédelmi törvény, épp ma beszéltem egy értekezleten róla, 25 éves, tehát ez független a társadalmi változásoktól, tehát időtállóak, minimális változások vannak benne, hiszen minden társadalmi formációnak a lényege az emberek testépségének a megvédése. Beszéltünk a szabályozottságról, viszont azért hallani olyan kritikus hangokat, akik azt mondják, hogy túl szabályozott, tehát hogyha minden egyes pontot betartanának, akkor nem tudnának dolgozni. Ez igaz, vannak a túlszabályozásban olyan előírások, amelyek elgondosztatóak, dokumentációk révén, vannak olyan dolgok, amik túl bürokratizáltak, tehát ezek plusz energiát is lekötnek, plusz feladatot lekötnek. Én hatékonyabbá tenném a dolgozóknak az oktatását, munkavédelmi képzését. Tehát sajnos egyre több helyen találkozok kis vállalkozásoknál, hogy a gyere írd alá az oktatási naplót, mert nincs idő, vagy van három perc, és tartsd meg az oktatást, ez nem munkavédelmi oktatás. Ezzel nem lehet a dolgozókat olyan szintre felhozni, hogy biztonságosan tudják végezni a munkájukat. A képzettségüknek a színvonal ez mennyire befolyásolja? A dolgozók képzettségénél Hát itt meg nem csak a képzettséget venném figyelembe, hanem azt, hogy milyen vállalkozási formában, milyen vállalkozásnál dolgoznak. Most, hogy időzélve tegyem, a multi cégek, nagy cégek, akik meg tudják fizetni, hogy saját munkavédelmi szakembereket foglalkoztatnak, amúgy is kötelező, ott teljesen más és jobbak a munkavédelmi körülmények, sokkal kevesebb a baleset, mint azoknál a kis vállalkozásoknál, akik a napi létükért küzdenek. A hatóság mennyire partner a vagy sem a vállalkozókkal szemben? Én pozitívnak tapasztalom, most én Szabocs megyéről beszélek, a kormányhivatalhoz való kerülés óta a új munkavédelmi felügyelőség osztálynak a vezetésével a pozitív jellegű változást, hozzáállást, tehát a szempontjukon, hozzáállásukon érezhető a vállalkozó barát hozzáállás, tehát nem minden áron az a cél, hogy a büntetések kiszabása, stb. De ez országosan is érzékelhető, hiszen tavaly 1600 esetben szaktak ki munkadémbírságot másfél milliós értékbe, ezt országos összegre vetítjük, ez nem egy jelentős összeg a korábbi évekhez viszonyítva. Szintén pozitívnak értékelem, hogy egyre több, és én ezt preferálom mindig a mi területünkön is, hogy ingyenes tájékoztató konferenciákat, előadásokat kell tartani, nem csak a munkavédelmi szakembereknek, hanem a vállalkozóknak is. Például ez az év a mezőgazdaság éve a sok baleset miatt, hogy már most a harmadik olyan konferenciára kerül sor, ahol a mezőgazdasági vállalkozókat tájékoztatják a betartandó előírásokról, hiszen ott elegendő egy forgó-mozgó alkacésznél, és már rögtön bekövetkezik a halálos baleset a Figyelmetlenség esetén. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.